Ön elkövette azokat a bűncselekményeket, amivel vádolja az ügyészség? Természetesen nem. Akkor miért ül a vádlottak padján? Nos, mert részben az ügyészség vádol, tehát ez egy eljárási és formai követelmény, részben pedig azért, mert vannak, akik azt állítják, hogy van közöm ezekhez a bűncselekményekhez. Az egész eljárás arról szól, egészen attól a pillanattól kezdve, hogy én a mentelmi jogomról való lemondást is kértem, hogy el tudjak jutni a nyomozati szobába, majd ide a bírósági szakra, hogy meg tudjam mutatni, be tudjuk bizonyítani, hogy amit ők mondanak, az jó esetben is csak félreértés. Önnek elég nagy családja van, ők hogy viselik a történteket? Nagy a család, viszont kicsik még a gyerekek, úgyhogy igyekszünk őket ettől a dologtól elszigetelni. Ha mégse sikerülne, valószínűleg még akkor se érténik pár évesen, hogy mi történik. Pártársaival esetleg beszélt arról, hogy mi lehet az ügynek a kimenetele, ők támogatják Önt? Hát ez nem egy párt kérdés. Tehát a pártársaim között vannak barátaim, akik nyilván emberként engem támogatnak ebben az ügyben. Sokan megdöbbenve látják, hogy a politikusi munka, amit mi úgy hívunk egymás között, hogy lobby, az emberek, a kistérségek, az egyes települések érdekéért, az el tud jutni oda, hogy ez úgy nézzen ki, mintha ez valami jogszabályon kívüli, valami törvénytelen dolog lenne. Az ügy kirobbanása után Ön rendszeresen látogatta még a választókerületét. Az ott élőknek mi a véleményük a kialakult helyzetről? Rendszeresen látogatom természetesen azóta is végzem a dolgomat, a feladataimat. Soha nem látom azt, hogy csökkent volna az az igény, hogy az ott élőknek az ügyes-bahis dolgaiban segítséggel forduljanak hozzám. Tavaly elég gyakran, szinte heti rendszerességgel posztolta a közösségi oldalára, idén azonban egy-két posztot látni összesen. Mi ennek az oka? Azt olvastam valahol, hogy manapság az a bátor kommunikátor, aki meg képes válni a Facebook oldalától. Látta esetleg a Harry Potter című filmet? Nem láttam, de tájékozódtam, hogy az egy több részes ilyen gyerek kalandfilm sorozat, és annak is utána néztem, hogy kik a szereplői. Tehát most már tudom, hogy mivel azonosítottak. Nem. Mit gondolok képviselőként a korrupcióról, mint 1000 éves történetről? Létezik biztosan. Ha ilyen sokat beszélnek róla, akkor biztosan.